Csak elindítjuk ezt a műsort, az nem jó. Nem jó. Nem kell újra venni. Nem. Nem, egyáltalán nem. Menjünk tovább, te voltál már Pride-on? És ha nem, miért nem? Nem voltam még, nem voltam, bár tavaly ugye a Margit szigetről egy másik molinót segítettem lelógatni Dolcs Dáviddal együtt, tehát ilyen közelségbe kerültem eddig még én csak a Pride-hoz. És megyünk is! Ez a Fiatalk, a Mi Hazánk ifjainak kibeszélő műsora. A negyedik adásnál vagyunk. Köszöntöm a vendégeket, az újat is, és a régi vendégünket is. Itt van Pécsi Viktória, Mi Hazánk ifjai alelnöke, új hajjal. Szervusz! Sziasztok! Vörös Attila, Mi Hazánk ifjai tagja, és az Esztergom megyének a szervezője is. Vagy mióta vagy a szervező, csak egy gyors mondatban? Előző év áprilisa. Óta, tehát több mint egy éve. Halad a nemzetépítő munkafolyamat. Hát egy nagyon jó csapatom van egyébként Komárom-Esztergom vármegyébe, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Hála Istennek, és Antal Gergőről se feledkezzünk meg, aki még egy kis papírkával is készült, úgyhogy komoly témák vannak, kutató munka, és hát gratulálunk, sikerült. Milyen vizsga sikerült? Büntetőjog? Büntetőeljárás jog egy. Hanyas lett, ugye ezt nem szabad megkérdezni? Hát azt inkább nem árulnám. Azt inkább nem árulnám. Legyen titkos, jó van. Jó van, na, itt a nyár, itt a Pride, és amikor ez a felvétel adásba kerül, akkor már csak napok fognak minket elválasztani a Budapest Pride nevezetű rendezvényről. Én évek óta mindegyiken kint vagyok, úgyhogy ezt most vehetitek egy ilyen coming out-nak. Videókat szoktam készíteni, és meginterjúvolni a kedves jelenlévőket, hogy mégis miért. És egy személyes sztorival bele is kezdenék, hogy sétáltunk, 37 fok volt, nagyon meleg volt, és még rengeteg meleg is volt alapvetően is, és mentem, nagyon fáradtak voltunk, szomjasak voltunk, ott vonaglott csomó ilyen beazonosíthatatlan identitású hulladék, és amikor átmentünk a parlament alatt, akkor ott láttam, hogy a hídon ott voltak a 64 vármegyés bajtársaink, és kifeszítették, hogy stopp LMBTQ, és jó volt látni, hogy van még egy kis ellenállás. A elnök asszony, melegek jelentkezhetnek a Mi Hazánk ifjaiba? Szóval nekem az a véleményem, hogy aki csak úgy identifikálja magát, hogy ő meleg, és ő nem tudom, az LMBTQ csoportnak a tagja, stb., azt nem tudom én hova tenni. Tehát itt a Mi Hazánk ifjaiba az a elvünk, hogy nemzetérzelmű legyen, hogy szeresse a hazáját, Magyarországot. Úgyhogy azért így nem hiszem, hogy jelentkeznének hozzánk, hiszen ők azt gondolják, hogy mi kirekesztjük őket, közben egyébként én nem gondolom azt, hogy kirekesztenénk bárkit is, úgyhogy nem kell ettől félnünk, szerencsére. Félünk ettől? Kirekesztesz melegeket? Én senkit nem akarok kirekeszteni. Nyilvánvalóan egyébként ugye én végzek felvételiztetést a Mi Hazánk ifjaiba, és egyáltalán nem kérdezzük meg, hogy valaki milyen nemi identitásúnak tartja magát, hogy azt se kérdezzük meg, hogy a családja milyen származású. Tehát elvileg jelentkezhetnek. Az más kérdés, hogy itt jól éreznék a magukat, vagy tudnak-e a mi céljainkkal azonosulni, de elvileg jelentkezhetnek. Menjünk tovább, te voltál már Pride-on? És ha nem, miért nem? Nem voltam még, bár tavaly ugye a Margit szigetről egy másik molinót segítettem lelógatni Dolcs Dáviddal együtt, tehát ilyen közelségbe kerültem eddig még én csak a Pride-hoz. Én egyébként nagyon szeretnék egyszer menni. Tehát én egyszer szeretném megmutatni. Ki kell majd ezeket vágni, de azért mondja nyugodtan. Én szeretném megmutatni, hogy én mire vagyok büszke, csak van egy olyan érzésem, hogy engem nem engednének oda be. Tehát valószínű, hogy magyar zászlókkal, vagy a nemzeti identitásukra büszkék, ugye mert ez a büszkeség napja, mint tudjuk. Arra valamiért nem lehet büszkének lenni, és nem lehetünk oda. Én a másik, amit nem értek, hogy ugye egyrésztről ők azt hirdetik, hogy ez biológiailag adott, hogy valaki mondjuk meleg, vagy homokos, én a homokos jobban szeretem használni. De akkor mi benne a büszkeség? Tehát, hogy azért arra büszkének lenni, hogy barna a hajam, meg barna a szemem, hát szerintem annyira nem nagy büszkeség, ahogy az se, hogy így született, akkor ez miért kell egy büszkesége lehetőse. Kicsit jobban rálátsz a jogászokra, jogászvilág, jogásztársadalom, szerinted hogy viszonyul ez a kérdéshez? Ugye mindig azt mondják, hogy ők jogegyenlőséget akarnak, nyilván aki ellenzi, az meg azt mondja, hogy többletjogokat akarnak, szerinted mi a
a helyesebben. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye ők azt hangoztatják így az ilyen LMBTQ emberek, hogy ők el vannak nyomva, meg nincsen számukra jogegyenlőség, de szerintem ez egyáltalán nincsen így. Eleve a diszkriminációtól ők is ugyanúgy törvényleg védve vannak, az alaptörvény is ugyanúgy védi, tehát a szexuális orientációja alapján sem lehet senkit egyébként diszkriminálni Magyarországon. Tehát ugye ebbe az ilyen hamis állításba szoktak egyébként kapaszkodni, én azt látom. A jogásztársadalomnál egyébként én azt veszem észre, hogy azért a beállítottság terén azért sokan inkább az ilyen baloldali nézetekkel szoktak szimpatizálni, így amennyire az egyetemen az ilyen szaktársaimmal is például beszélgettem, de azért vannak sokan is, akik nemzeti értékrendet vallanak. Egyébként, hogy ugye például ez a házasság kérdése, amiben felszokták hozni a melegek, hogy ők egy elnyomott kisebbség, vagy hogy egyenlőtlenség van, mert ugye az azonos neműek nem házasodhatnak, de hát kérem szépen, hát a házasság intézmények, hogy megnézzük, hogy mi a célja most, és mi a célja egyébként évezredek óta, már mondjuk például a római kor óta, akár ez egy olyan intézmény, aminek az a célja, hogy két felnőtt ember, egy férfi és egy nő, ők egy élet és vagyonközösséget kötnek annak érdekében, hogy ők gyermekeket fognak nemzeni, és ezeket a gyermekeket felnevelik. Tehát eleve a melegeknél ez az egész ez nem tudna megvalósulni, hiszen ők az azonos nemű párok, azok nem tudnak közösen gyermeket nemzeni, ez biológiailag képtelen. Még csokot se kapnak, nem véletlen. Igen, igen, valóban. És ugye, tehát ugye én azt egyébként még ehhez hozzá szeretném tenni, hogy ugye azt látom, hogy ők pusztán az ilyen külsőségekben szeretnének nagyon hasonlítani a heteroszexuálisokhoz, tehát hogy mindent ugyanúgy akarnak csinálni, ők is házasodhassanak, ők is nevelhessenek gyereket, de úgy, hogy valójában ők nem heteroszexuálisak, tehát hogy pont azt hirdetik, hogy fogadjuk el, hogy ők mások, de közben meg ebben a tekintetben ugyanolyanok akarnak lenni, mint amilyen a többség. Tehát én egy kicsit ilyen visszásnak érzem az ő érvelésüket ilyen szempontból mindenképpen. Mondjuk ez azért látszik az öltözködésben is szerintem. Kicsit ők azért szeretnek kitűnni, szeretnek extravagánsan mutatkozni. Egyébként ezt nagyon jól csinálják. Tehát az feltétlenül úgy van, hogy most a mi közösségünkben nagyon kevesen vannak azok, akik jó, hát mondjuk piros-fehér zöld pólót kevesen vesznek föl. Úgy amblok Magyarországon is, de kevesen vannak, akik mondjuk a mi jelképeinket merik vállalni, míg mondjuk szivárványos táskában nagyon sokan járkálnak. És szerintem, ami velük kapcsolatban nagyon veszélyes, az az, hogy a PR-juk az nagyon jó. Tehát ők azt hirdetik magukról, hogy ők szabadságot, boldogságot hoznak, ők azért dolgoznak, hogy mi mindannyian jobban élhessünk. Az már más kérdés, hogy mi ezt nem kértük tőlük, hogy ők ezt csinálják. És szerintem nagyon veszélyes, mert melyik fiatal ne akarna egy szabad országba élni, vagy ki ne akarna egy boldog országba élni. És nekünk pont az lenne a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy ez a szabadság, amit ők kínálnak, ez valójában nem szabadosság, vagy ez nem szabadság, hanem szabadosság, hogy valójában nem lehetünk úgy boldogak, hogy közben a biológiánkkal szállunk szembe. Tehát az ember egyszerűen nem így működik. És mondjuk az ilyen műsoroknak is az lenne a feladata szerintem, hogy tudjunk érveket adni azoknak a fiataloknak, akik minket hallgatnak, hogyha mondjuk vitába keverednek egy magát LMBTQ-nak, vagy egy velük szimpatizáló emberrel, akkor meg tudják mutatni, hogy de hazugság, amit ők művelnek. Mert ez mindenről szól, kivéve a szabadságról. Igen, egyébként én is ezen ezt vettem észre, hogy egy kicsit egy ilyen rózsaszín köntösbe öltöztetett nagy sötétség. Én egyébként budapesti vagyok, és sokat járok a Budapesten, a belvárosban. És tényleg, hogyha mondjuk rajtam van egy Mi Hazánk, egy Mi Hazánkos kitűző, egy Mi Hazánk ifja is kitűző, akkor épp, hogy engem néznek ki az emberek, és nem pedig azt, akik mondjuk szivárványos táskával, vagy ilyen-olyan, nem is tudom hova tenni, öltözködéssel járkálnak rózsaszín hajjal, az már nem is és nézik meg, de engem, hogyha felveszek egy nemzeti jelképet, vagy felveszek egy nemzeti pólót, akkor engem néznek ki, és ez tényleg pont, hogy ők rekesztenek ki minket, hogyha úgy veszik. És még jó jársz, hogyha csak kinéznek, mert hát ugye a közelmúltban volt, akit meg is késeltek a német antifák, azt hiszem, hogy erről már beszéltünk. A lopakodó LMBTQ propagandáról térjünk már rá, mert azért az tapasztalható, hogy most már nincsen új film, nincsen új zene, amiben ne
lenne ott valahogy a transgenderizmusnak a mákonya, hogy aki szokott mindig is fogalmazni, a Bogár László szokta ezeket a kifejezéseket használni, remélem, hogy nem nézi az adást. Na mindegy, szóval, hogyha az ember nyitott szemmel jár, akkor már lassan a FIFA-t, amikor bekapcsolod, akkor a menedzser módba ki lehet választani, hogy milyen menedzserrel akarod a csapatodat irányítani, és választhatsz. És attól jobb lesz a csapatod, hogyha nem férfi, vagy nem nő? Nem próbáltam ki, választhatsz nőt, választhatsz férfit, de az néger, és választhatsz egy transz karaktert, és akkor a három közül valamelyik, és nem választhatsz fehér keresztény férfit, akit például ugye Niedermüller, ki sem tudom mondani a nevét, mert annyira idegen, tehát a DK egyik politikusa rémisztő képződménynek nevezett. Én azt veszem észre, hogy nagyon sok egyébként értelmes, jó szándékú ember is van, aki bedül az ő propagandájuknak. Igen. Tehát mert azt hirdetik, hogy a fiatalok azok mind velünk vannak, ehhez ugye még az Orbán kormány is igazából kicsit rájátszik, mert ez a kicsit a lázadásnak az íze is benne van az ő viselkedésükben, hogy na majd mi most megmutatjuk ennek a bigott szemét konzervatív kormánynak, hogy na majd mi szivárványnak öltözünk, meg úgy megyünk tanártüntetni. És értelmes emberek is, tehát egyébként jó szándékú emberek ennek bedőlnek, és szerintem nekünk az is feladatunk, hogy ne csak kiálljunk a saját elveink mellett, ami mellett szerintem kőkeményen ki kell, hanem ezeknek az embereknek el is magyarázzuk, hogy az egy társadalmi katasztrófához vezet, amit ők akarnak. Tehát lehet arról beszélni, hogy milyen jó, hogyha két férfi él együtt, és nem vállalnak gyereket, mert akkor hogy is van, a kicsi a biológiai lábnyomuk, és nem teszik tönkre a földet, csak mondjuk mi lesz a társadalom biztosítással? Tehát miből fogják a kórházakat fönntartani, hogyha nem lesz fiatal, aki azért a pénzért megdolgozzon? Ez az egyik. A másik, amit egyébként én a LMBTQ propaganda ellen nagyon jó módszernek találok, az, hogy mi merjünk igenis normális férfiak és normális nők lenni. Tehát ne fogadjuk el az ő játékszabályaikat. Én azt vettem észre, hogy ha én elmondom, hogy mondjuk én mit gondolok arról, hogy egy férfinak milyennek kell lennie. Én amellett vagyok, hogy egy férfi igenis álljon ki saját magáért, álljon ki a szeretteiért, álljon ki azokért, akik rá vannak bízva. Egy férfinek a szava az érjen valamit, tehát mindig vállaljuk a tetteinknek a felelősséget. És azt vettem észre, hogy ha ezeket így elmondom valakinek, akkor még a leg-LMBTQ-sabb lány ismerőseim is, így rám néznek, hogy ilyen férfiak még léteznek a világon. És azt vettem észre, hogy idő után elkezdenek rendes nőként viselkedni. Még, tehát, hogy tényleg merjünk igazi férfiak és igazi nők lenni. Igen, én kettő dolgot hoznék bele, ugye, hogyha már így elkezdtünk a transznemek, transzgender, vagy nem tudom, hogy nevezik magukat, nem is akarok itt senkit sem megsérteni. Hogy őket én úgy látom, mint egy hangos kisebbséget, és ez a hangos kisebbség teszi bele a filmek nagy részébe azt, hogy akkor transzok, akkor melegek, nem tudom, és ugye mindig azzal érvel, vagy nagyon sokan azzal érvelnek, hogy hát de hogy az ókori Görögországban is volt ilyen, hogy hát de ennek történelmi, oké, rendben van, lehet, hogy nem tudjuk, nem éltünk akkor, viszont ott nem az, tehát hogy itt azzal van a probléma, ezzel a ránk erőltetéssel, nem pedig, tehát hogy az, hogy ki mit csinál a négy fal között, hát engem aztán nem érdekel, nem vagyok a, nem tudom, erkölcsrendőrség, és nem fog bekopogtatni mindenhova, de csinálják úgy, hogy akik, tehát hogy ugyanúgy, tehát a heterók sem, azt se szeretem, hogyha egymást nyalják az utcán, a normális párok, azt sem. Tehát inkább az, hogy ez a ránk erőltetés, és egyébként a gyermekeinkre erőltetés. Tehát már a mesékben is, nem tudom, beletesznek, jaj, szegény kisfiú rájött, hogy ő amúgy a fiúkat szereti óvodáskorában, és nem tudom, már rajzfilmekben van ilyen, meg például az, hogy már külföldön nagyon nagy hagyománya van annak, hogy ilyen drag queenek mennek be óvodákba, iskolákba, és tehát Magyarországon még én nem tudom, hogy volt-e ilyen, remélem, hogy nem, és remélem, hogy nem is lesz, mert tehát, hogyha az én gyerekemhez bemenne egy ilyen, most bocsánat, de szörnyeteg, akkor hát én nem is tudom, biztos, hogy kivenném egyből az iskolából, vagy akkor inkább be sem menjen, és akkor lesz magántanuló, de ezt így nem lehet. Igen, és egyébként, hogyha már egy szóba került a külföld, akkor itt Magyarországon mi még egy szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert nálunk még ez az egész LMBTQ őrület, ez csak abból áll, hogy minden évben egyszer végigvonulnak Budapesten
az elnyomott üldözött... Most már sajnos Pécsen is. Az elnyomott üldözött kisebbség, de az Egyesült Államokban ez elképesztő, elképesztő módon kiterjedt már ez az őrület. Tehát ott tényleg ez, amit mondtál is, hogy ugye gyerekek előtt tartanak ilyen drag show-kat, ott rázzák magukat a nőnek öltözött férfiak, ami egyrészt a női nemnek a kigúnyolása is egyébként. Meg a gyermekekre is egyébként veszélyes, meg ugye ott már olyan mesekönyveket terjesztenek, mint ami Magyarországon például, az a Meseország mindenki. Tehát az Egyesült Államokban sokkal durvább ez a helyzet. Van egy ilyen amerikai tévésszemélyiség, aki azzal egy olyan statisztikát hozott fel, hogy az Egyesült Államokban megkérdezték az embereket, hogy minek, hogy LMBTQ-nak vallják-e magukat vagy sem, és így generációnként ezt így felmérték, és van például a csendes generáció, még Joe Bidennek a generációja, 8% volt LMBTQ, a millennial generációnál 9,5% vallotta magát LMBTQ-nak, a Z generációnál, amiben meg mi tartozunk bele, ott már 20,8, tehát generációnként ez megduplázódott, és hogyha ezen a pályán megyünk végig, akkor 2054-re mindenki meleg lesz az Egyesült Államokban, tehát ez őrület, és szerintem, ha belegondolunk, ez mindenképpen valami külső tényezőnek az eredménye kell legyen, tehát ez szerintem csak a propaganda az, ami ehhez vezetett, hogy egyre több az ilyen magát melegnek azonosító, vagy ilyen LMBTQ-nak azonosító. Hát minden ötödik akkor az a 20%, akkor ez 1, 2, 3, 4. Egyébként nem 20% volt, hanem 25. Igaz? 20,8. De sok lesz. Egyébként szerintem nem csak a propaganda, hanem az is, hogy ma már szinte nincsen egészséges szexualitás. Tehát amikor már a 10 éves gyerekek pornót néznek, akkor nagyon nehéz az, hogy kialakuljon egy egészséges szexualitás. És szerintem ennek óriási szerepe van abban, hogy az emberek egyre elfajzottabb szexuális gondolkodással léteznek. Igen, és még mindig jobb, hogyha a 10 éves gyerekek pornót néznek, mint hogyha esetleg mások nézik őket, például 19 000 felvételen, mint a Kaleta Gábor, de ez csak egy ilyen kis kitérő volt. Van-e még ez a témához valami mondandónk, hogy menjünk tovább? Ezt szeretném, ugye, amikor a Magyarországon ugye a baloldaliakat megkérdezik arról, hogy valós veszélye az, hogy mondjuk a gyerekeket átoperálják esetleg, akkor ugye el szokták mondani, hogy hát ilyen még külföldön sincsen, meg nem akarják elhinni, de egyébként van ilyen, mert hogy ezt az Amerikai Egyesült Államoknak a népesedés ügyi hivatalának az oldaláról töltöttem le, ez egy ilyen PDF tájékoztató, ami az úgynevezett ilyen gender megerősítő kezelésről szól. Gyakorlatilag azt írják le benne, hogy a korai gender megerősítő kezelés az kritikus a gyermekek és serdülőkorúak számára. De most, hogy mit jelent ez a gender megerősítő kezelés? Ez pubertás blokkolókat jelent, tehát gyakorlatilag beadnak a gyerekeknek olyan szert, amit ők megállnak így a nemi érésben. Utána elkezdik nekik adagolni a másik nemnek az hormonjait, tehát mondjuk egy kislánynak elkezdenek tesztoszteront adagolni, és azt írják, hogy egyébként tizenéves gyerekeket már lehet egyébként műteni is, és kritikus, hogy ez minél előbb bekövetkezzen az ilyen transzneműeknél. És egyébként még amit hallottam így hírként, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, állítólag már van gyakorlati példa is, hogy Kaliforniában, hogyha a gyermek transzneműnek vallja magát, és a szülő nem hajlandó őt megerősíteni ebben az identitásában, akkor a gyermekvédelmi szolgálatok elvehetik a gyermeket a szülőtől, mert hogy ez gyermekbántalmazásnak számít. És hát ugye gondolnánk, hogy hát jó, hát hogy lesz a gyermeknek olyan gondolata, hogy ő transznemű, hát Amerikában, az iskolában már ezt oktatják. Van egy székely vicc még ehhez, azt ismeritek, amikor elmegy az áron, kimegy Székelyudvarhelyről, elmegy Kanadába, Amerikába messzire, és akkor néhány év múlva hazajön és mondja az apjának, hogy édesapám, én homoszexuális vagyok. Homoszexuális, pötri a bajszát az öreg Székely. Homoszexuális. Hát de ne hülyéskedj, mert évek óta nem találkoztunk. Mit csinálsz te ott kint Amerikában? Én színész vagyok, homoszexuális lettem. De hogy lettem? Van neked Ferrari? Édesapám, nincsen, én csak egy színész vagyok. Vannak neked gyémántbányáid, részvényeid? Nincs, én színész vagyok, meleg vagyok. Vannak érdekeltségeid, nagy gyáraid, médiaipari birodalmad? Édesapám, nekem semmi sincs. Semmit nincsen áron. Akkor te nem homoszexuális vagy, csak egy hülye is. Yeah.
fordítva hajtanak be a körforgalomba ezek az LMBTQ személyek, mint ahogy nagyon sokan akkor is behajtanak fordítva a körforgalomba, hogyha mondjuk ittak vezetés előtt, de ez nagyon csúnya dolog, ilyet nem szoktunk csinálni, ugye éppen arról beszélgettünk, hogy mennyire balesetveszélyes ittasan beszállni a gépjárműbe. Ezt nagyon sok felnőtt is megteszi, viszont a baleseteknek a jó nagy százalékát egyébként nem a friss jogosítványosok okozzák, ezt nem olyan nagyon rég olvastam, hanem akik már vezetnek 5-10 éve, és azt hiszik, hogy már őket nem érheti semmilyen baleset. Tehát aki készhez kapja a jogsiját, az jó nagy valószínűséggel nem fog balesetet okozni egy ideig, és te javasoltad, Ria, hogy a 20 év alattiaknak legyen ingyenes a jogosítványszerzés. Sokszor megbuktál, vagy miért ez a javaslat? Nem, igazából ezt már a Viradat programba is beleraktuk, viszont úgy gondoltuk, hogy most ezt kicsit jobban kibontjuk ezt a témát, ugyanis én azt gondolom, hogy főleg a mai világban már fontos, hogy a fiataloknak legyen jogosítványa. És most, hogyha megnézzük, én megnéztem mindenféle autós iskolának az árait, megnéztem statisztikákat, hogy nagyjából mennyibe kerül ma Magyarországon egy jogosítvány megszerzése, és hát minimum, tehát alsó hangon 500 000 forintnál kezdődik, még hogyha nem buksz meg. És azért nagyon sokat ehhez még ugye hozzátartozik több más probléma is, mint ugye az oktatóknak a megbeszegetése, stb. Vagy csak akkor enged át, hogyha kis zsebbe kis jutalékot nyújtasz. És ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, hogyha a fiataloknak segítenénk megszerezni tehát a jogosítványt, viszont nyilván ezek feltételek ez. Tehát nagyon sok olyan kommentet kaptunk, véleményt kaptunk, hogy... Kaptuk elég rendesen, hogy de hát ennél csak több hülye lesz az utakon, persze, nem tudom, mindenki kapja jogosítványt. Ez nem arról szól, hogy akkor aki nem tanulta meg, az is mehet, mert azért nyilván feltételekhez kötnénk, tehát ugyanúgy bizonyos iskolai végzettséget el kell végeznie, hogy elkezdhessen. Nyilván ugyanúgy nem vinnénk le, tehát ugyanúgy ez a 17 éves korában kezdheti el azt, hogy kressz meg. Nem tudom. És nyilván az első sikeres vizsgánál. Tehát aki megbukik, az akkor hát... Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor több hülye fog kerülni az utakra, és ugye pont most mondtad, hogy ugye pont, hogy nem a friss jogsisok csinálják, maximum egy-két koccanás, de a nagyobb baleseteket azt általában tényleg úgymond tapasztaltabb ember csinálja, úgyhogy ezek voltak ezek a gondolatok, és ezért is tartottam egyébként sajtótájékoztatót ebből a témából, és hát majd még szeretnénk ezt továbbvinni, ezt a témát is küzdeni ezért. Nektek vannak tapasztalataitok fiatal vezetőkkel kapcsolatban? Vagy vezettek amúgy? Szoktatok? Nekem van jogosítványom, egyébként én szoktam is vezetni, meg szeretek is vezetni. Egyébként tényleg elképesztő, hogy mennyit drágult mostanában a jogosítvány megszerzése. Én még 3 évvel ezelőtt szereztem meg, akkor talán olyan 300 000 forint lehetett így összvisz. De egyébként én nagyon jó ötletnek tartom ezt, hogy a fiataloknál támogatni kell, hogy megszerezhessék a jogosítványt, mert azért egy fiatalnak ma eléggé nehéz az életét elkezdenie Magyarországon, és gyakorlatilag a magyar államnak versenyeznie kell a nyugat-európai államoknak, mivel annyi fiatal akar kivándorolni, hogy nekünk a magyar államnak egy jobb ajánlatot kell adnia, hogy mégis megéri itt maradni, és egyébként ez mondjuk ilyen szempontból egy nagyon jó intézkedés lenne, már egyébként több szempontból is, mert ha belegondolunk, hogy például buszsofőröket egyébként rengeteget keresnek, mert hiány van belőlük. Jó, Indiából. Az nem. Igen, egyébként, hogy Indiából akarják behozni a buszsofőröket, de hogy egyébként ugye ahhoz C-kategóriás jogosítvány kellene, de hogyha mondjuk valaki már megszerzi a B-kategóriás jogosítványt, akkor arról átképezni, továbbképezni őt egy C-kategóriás jogosítvány, az sokkal könnyebb, mint egyébként a nulláról elkezdeni, tehát ez erre a kérdésre is egy megoldást kínálhatna, meg akkor aki itt meg tudta szerezni ingyenesen a jogosítványát, akkor az lehet, hogy akkor mondjuk elmegy buszsofőrnek, mert egyébként szeret vezetni, tehát nagyon pozitív hozatékai lennének szerintem ennek az intézkedésnek. Nem szeretnék kötekedni.
csak egy megjegyzés. Nyugodtan szerint, kötek egy. Szerintem a buszvezetéshez nem C-típusú jogosítvány kell, hanem annál magasabb. Ugye a C-típus, a C-típus az a teherszállítás, és most nem mindegy, hogy ha mész, fékezel egy nagyot, akkor bent a sóder összeomlik, vagy 20 ember összetöri magát. Tehát az egy sokkal magasabb, és régen egyébként a buszsofőröknek nagyon komoly képzésük volt. Engem olyan ember tanított, aki buszsofőr is volt, és mondta, hogy őket úgy képezték, hogy a vizsgabiztos lerakott egy gyufásdobozt az élére állítva a vizsga elején, és ha fölborult a vizsga végéig, akkor nem ment át. És nem érdekelt, hogy kiugrott eléd egy gyalogos, vagy jött egy biciklis, nem baj, ha fölborult, akkor nem lesz buszsofőr. Nagyon sokan, még csak annyit akartam mondani, hogy nagyon sok olyan álláshirdetés van, ami már B-kategóriás jogosítványra van meghirdetve, és mire az ember elvégzi az egyetemet, főiskolát, hogy a 21-22 év körül szokás ezt abszolválni, és elmenne dolgozni, és ugye rögtön feltétel, hogy B-kategóriás jogosítványod legyen most. Azt vagy megcsináltad az érettségi környékén, és akkor nem tudom, tételtanulás meg szalagolható próbák között eljártál lóhalálában, és akkor csináltál egy jogosítványt, de mikor megszerezted a jogosítványodat végzősként, ha megszerezted, utána fogod magad és elmész egy másik városba egyetemre, nyilván nincs autó, tehát onnan a francból is lenne, akkor meg nem vezetsz, mert egyetemre jársz mondjuk Szegeden, Budapesten, Debrecenben, majd hazamész, és akkor tulajdonképpen hétvégén, tehát a tudásból is egy csomó fiatal kijön, és akkor újra kell nekik tanulni ezt az egész dolgot. Meg ugye az ember talán egy jobban érzi azt, hogy beilleszkedett a társadalomba, hogyha tud jönni-menni, van jogosítvány. Hát főleg nagy családosok számára nagyon megterhelő ez, mondjuk ahol van egymást követően 3-4 vagy akár több gyerek, ott ez több milliós költséget ró egy családra, és sokszor azok a gyerekek, akik nagy családból jönnek, azok nehezebben kezdik az életet. Holott pont az lenne a lényeg szerintem a demográfiai fordulat eléréséhez, hogy minél több nagy család legyen. És ugye ez megint egy olyan dolog, amiért az ember nem szívesen vállal nagy családot, mert hogy fogom megadni a gyereknek azt, hogy ezt az alapvető... Természetesen vannak olyan nagy családok, ahol ez a téma föl sem merül, hogy lesz a gyereknek jogosítványa, be a fater ölébe, azt megtanulsz, hogy a mennyi készhez. Hát igen, az egy más kultúra. Igen, akinek a vérében van a vezetés. Igen, az is. Igen, egyébként szerintem, amit fel lehetne vetni, és szinte ez tényleg állami szinten majdnem, hogy 0 forintba kerülne az állam számára, hogy miért nem lehet bizonyos a diákok által töltelékóráknak nevezett egyébként, hát amit a diák töltelékórának nevez, az mondhatjuk, hogy szinte teljesen felesleges órák helyett, kereszt oktatni mondjuk a középiskolákba 16-17 éveseknek. És ehhez nem kéne más, csak ki kéne jelölni azt a tanárt, aki elmegy egy ilyen továbbképzésre, néhány év alatt megtanítják. Ugye nyilván ő is valószínűleg már tanult kereszt, tehát hogy nem lenne egy nagy kihívás az, hogy ezt ő oktassa. És a keresztvizsgára nem csak az autós iskola által kijelölt online vizsgán keresztül lehetne jelentkezni, hanem igenis az iskolából is lehetne menni keresztvizsgázni. És ez azért is lenne nagyon jó, most egy saját példát ad hozzak. Én amikor ugye letettem a kresszvizsgát, elkezdtem vezetni, én akkor jöttem rá, hogy én eddig nem tudtam sétálni. Tehát én azt gondoltam, hogy nagyon szabálykövetően megyek, meg jaj, tehát lehet menni, és akkor jöttem rá, hogy de hát amikor aki az autóba ül, az nem lát téged. Meg attól, hogy itt neki, tehát mondjuk, hogy ha neki van egy, látja, hogy a bejövő útnak elsőbségadás kötelezője van, akkor ő bátrabban fog jönni, ott nem kell kilépni az autó elé, mert nem számít arra, hogy valaki ki fog elé lépni. Tehát szerintem nagyon fontos lenne, főleg azért, mert a legveszélyesebb járművekre, ez egyébként a bicikli és az elektromos roller, illetve a legveszélyesebbek között ezek vannak, azokra nem is kell jogosítvány. És ugye minden kressz oktatás azzal kezdődik, első tétel, első modul, bizalmi elv, úgy közlekedek, hogy azt veszem alapnak, hogy minden más közlekedő is betartja a kressz szabályokat. És gyakorlatilag elektromos rolival úgy mehetnek 60-al emberek, hogy lehet, hogy kresszről életükben nem hallottak. És a bicikli is nyilván. A Lime roller csak 25-tel megy, csak mondom. Az a max. Melyik? A Lime. Ja, ja. 25-tel megy? Csak 25-tel megy. De ha veszel egy rollert, az simán megy. Miután a fürdőkádba megmostad, mint a fekete győrandás, mennyivel megy utána? Jaj, jól érzem magam, csak az a baj, hogy elfejtettem a harmadik témát, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy hogyan kéne felvezetni. Valakinek van ötlete, hogy milyen témát hoztunk még itt ebbe az adásba?
Biztonságos szórakozásról akadt. Biztonságos szórakozás, igen. Igen. Mint hát a biztonságos vezetésről. Biztonságos vezetésről átvezetjük a biztonságos szórakozást. Ez meg is történt egyébként ebben a másodpercben. Jártatok-e már úgy, hogy nem szórakoztatok biztonságosan? Hú, hát nem is tudom, hogy mit mondjak erre. Mit tudok erre mondani? Hát azért néha előfordul, hogy az ember többet iszik a kelleténél. Nem tudom, hogy ezt értjük el, nem tudom, nem biztonságos szórakozás alatt. Hát ugye nyilván azért egyébként fontos egyébként odafigyelni ilyen mondhatni alapszabályokra, hogyha az ember elmegy szórakozni, tehát ugye nyilván ugye, amiket már mindenki tud, hogy többen menjünk, figyeljünk egymásra az italunkat, ne hagyjuk őrizetlenül, de egyébként ugye az elmúlt években akár előfordulhattak olyan esetek, amikor valakit szórakozó helyen mondjuk megkéseltek, és ennek akár halálos kimenetele is lehetett, ami egyébként egészen döbbenetes már eleve azért, hogy ki az, aki késsel megy szórakozni. A másik meg, hogy igen, hogy egy ilyen szórakozóhelyi kötekedésből is lehet akár egy halálos kimenetelű összetűzés, és hogy azért ott oda kell figyelni, hogy inkább akkor hagyjuk, hogyha valaki belénk köt, akkor inkább hagyjuk, akkor inkább menjünk el onnan, mert nem tudhatjuk azért, hogy ő mondjuk az alkoholon túl milyen más tudatmódosító szert alkalmazott aznap este, és akkor milyen állapotban van. Tehát például egyébként ez is hozzátartozik ehhez a témához, hogy ilyenekre azért oda kell figyelni. Máshogy kell viselkedni, amikor az ember kimegy éjszaka, mint ahogy egyébként a fényes nappal nyílt utcán kezelne egy ilyen szituációt. Hát nekem egyébként ezzel kapcsolatban pont az a tapasztalatom, bár olyan sok ilyen élményem nincsen, hogyha egy kötekedőre ráhagyunk valamit, az csak még jobban fölbátorítja. És néha egy-egy erélyesebb fellépés az hatásosabb, mint hogyha úgy vagyunk vele, hogy mi leülünk, mi nem akarunk veszekedni, akkor általában csak még jobban jön és még jobban mondja. Ennek ellenére egy-egy hangosabb szó el szokta őket riasztani. De nyilván most nem szeretném senki, hogy engem bepereljen, hogy miattam megkéselték. Úgyhogy... Mindenki saját felelősségre különös Attila tanácsát. Mindenki saját felelősségre próbáljon ilyen helyzetekbe okos lenni. Hát én Komárom-Esztergom megyéből származom, úgyhogy én már láttam mindent. Szerintem az nagyon fontos, hogy az emberek ne csak egy baráti társaságon belül álljanak ki egymásért. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk egy szórakozó helyen, vagy bárhol máshol, mondjuk egy lány zaklatnak, vagy akár csak egy gyengébbet zaklatnak, akkor igenis merjünk kiállni mellette, és ne úgy legyünk, hogy ja, mi nem is láttuk, mi nem is voltunk ott, mert sokszor egy-egy tényleg erélyesebb fellépés az csodákra képes, és ezáltal mondjuk megvédhetünk más embereket. Van erre egy történetem egyébként. Egy ismerősöm sokszor szokott ilyen hosszabb buszutakat tenni, mert messze jár egyetemre, és ez 4-5 órás egy buszút. És mondta, hogy leült mögé egy srác, és így elkezdte zaklatni. És odáig jutottak, hogy a srác elkezdte fogdosni. És várta, hogy a túloldalon ülő srác az valamit tegyen, hiszen mégiscsak ő a férfi, azért illik a nőket megvédeni, és ő nem tett semmit. És akkor mondta, hogy így teljesen csalódott benne, hogy amikor teljesen egyértelmű a szituáció, hogy ki az áldozat, akkor miért nem lehet kiállni valaki mellett. Félrefordította a fejét. Igen. És szerintem ez Magyarországon nagyon jellemző, hogy inkább félrefordítjuk a fejünket, mint hogy bármit is tegyünk. Hát jó, de itt azért hozzátartozik az is például pont, hogyha már biztonságos szórakozás és ilyenek, hogy például a deaktéri késelés egy valami ilyesmi szituációból alakult egyébként ki, hogy ugye oda szólogattak a társaságban lévő lányoknak, és ugye felléptek merélyesebben ellenük, és hát így váltak áldozattá. Tehát nagyon sokan, hogyha ilyen kétes alakot látnak, hogy valakit bántalmaz vagy zaklat, akkor nyilván azért átfut a fején, hogy most meg akarom késeltetni magam. És akkor lehet, hogy ezért is. Ugye persze ez nem jó, tehát attól függetlenül ez nem egy helyes cselekedet, csak ilyenkor a másik felet is én azt gondolom, hogy meg kell érteni. Persze, nyilván én sem azt mondom, hogy minden beszólást vérre kell lemosni, hanem az, hogyha azt látjuk, hogy... Igény az óra. Hogyha azt látjuk, hogy mondjuk egy lány teljesen egyedül van egy olyan szituációban, amivel látszólag nem tud menekülni, és neki az az egyetlen reménye, hogy valaki oda menjen hozzá, akkor nem mi legyünk azok, akik azt mondják, hogy úgyis lesz más, aki ezt megcsinálja helyettem. Volt már, hogy beléd kötöttek, vagy hogy zaklatnak? Zaklattak? Elég nagy bulizó hírében állsz azért. Nem, én nem. Nem. Volt ilyen, viszont szerencsére én általában a barátnőimmel, haveri társasággal, hogyha megyek szórakozó helyre, vagy más
alkoholnyerő helyre, akkor azért mindig társasággal megyünk, és ott mindig vigyázunk egymásra, tehát mindig le vannak fektetve ilyen szabályok, hogy jó, én elmegyek ide, nem tudom kivel, itt legyél, várj meg, vagy itt leszek, gyere majd oda. Tehát, hogy ezek nagyon fontosak. Egyszer volt, hogy egy ilyen társaságtól elszakadtam, de aztán gyorsan megtaláltak, és hát igen, főleg azért alkoholos vagy más állapotokban vannak egyének, akik nem feltétlenül ismerik a határokat, és azért mondom, főleg nekünk, lányoknak azért fontos az, hogy együtt mozogjunk, és hogy ne nagyon maradjunk egyedül, mert tényleg sokaknak az alkohol az így teljesen elborítja így az agyukat, és akkor nem hallanak, nem látnak. Lehet, hogy egyébként egy tök normális figuráról lenne szó ugye a való életben, csak valamiért megpattant a fejében a nem tudom, az alkoholos befolyásoltságra. De alkoholtól valamiért mindenki sokkal vonzóbbnak érzi magát, mint amilyen valójában. Sokat úgy gondolják, hogy mások is így látják. Van az a népdal, hogy kinek nincs szeretője, bort igyék, se elhiszi, hogy minden lány szíve érte ég. Nagyon jó, még egyszer el tudod esetleg lassabban mondani? Hát, hogy kinek nincs szeretője, bort igyék, se elhiszi, hogy minden lány szíve érte ég. Nagyon jó. Ez egy népdalból egy részlet. Egyébként még annyit szeretnék csak egy visszatérésképpen, hogy persze én sem azt mondom, hogy ugye ne próbáljuk megvédeni egyébként a másikat, hogyha egyébként egy ilyen szituációt látunk éjszaka egy szórakozó helyen. Csak ugye azért azt is észben kell tartani, hogy ugye a másik ember az lehet, hogy kést ránt, hogyha belekötünk. Tehát próbáljuk meg úgy, hogy a esetleg fenyegetett embert esetleg próbáljuk biztonságos helyre kísérni, és semmiképpen ne próbáljunk konfrontálódni mondjuk a kötekedővel, ha mondjuk azt látjuk rajta, hogy egyébként nem annyira beszámítható, egy kicsit olyan labilisnak tűnik. Lehet, hogy kés is van nála, tehát hogy azért oda kell figyelni, de persze, hogy azért fontos, hogy odafigyeljünk egymásra olyan szempontból, hogy azért védjük meg a másikat, hogyha ilyesmit látunk az éjszakában. Jön a fesztivál szezon, pont azon gondolkoztam, hogy a fesztiválokon azért nem nagyon szokott ilyen probléma lenni, ilyen kés. Vagy én vakon vagyok? Ez inkább szórakozó helyeken történik, mert vagy fesztiválon is gyakori? Most, mint hogyha hát, nem is emlékszek. Nekem van egy történetem. A nővérem, ő egészségügyi szolgálat volt egy fesztiválon. Jó, és, hát az egy szép. És abban az évben történt meg az, hogy a Sziget Fesztiválon paprikasprével lefújtak lányokat, és kirabolták őket. Egyébként ehhez tartozik egy vicces történet, hogy volt egy kollégája, akit kerestek, mert kellett volna menni szolgálatba, és sehol nem találták. És néhány óra múlva felvette a telefont, és mondta, hogy érte kéne jönni a rendőrségre. És akkor kérdezték, hogy te mit csinált, és mondta, hogy ő semmit nem csinált, csak ez a fickó, aki lefújkált a lányokat, ő egy piros kendő volt a nyakám. És nyilván a nagy tömegbe, ugye ők csak annyit láttak, hogy egy piros kendős, és a rendőrök minden piros kendőst kikaptak a sorból, és ő is pont egy piros kendőbe bulizott, úgyhogy egy néhány órát eltöltött a rendőrkapitányságon, amíg visszaengedték a fesztiválra. De mi csak a Magyar Sziget Fesztiválra járunk, ott pedig ilyen problémák nem szoktak lenni. Ott nem szoktak. Ott bőven akad védelem, hogyha... Egyébként a fesztiválok ilyen szempontból lehet, hogy védettebbek, hiszen ott azért megnézik a csomagodat, a táskádat. Jobban megnézik, hogy... inkább az, hogy jobban megnézik. Igen. Szerintem, mert egy csomó helyen, oké, ott vannak a biztonságok, valószínűleg nem érdekli őket, szomorú az életük, itt kell dolgozniuk. Szomorú az életük. Ne sértsük meg őket azért. Remélem, az is. Életük. Van életük a biztonsági öröknek? Hát életük biztos, hogy van. Csak tehát, hogy annyira a szórakozó helyeken szerintem nem feltétlenül, legalábbis én azt vettem észre, hogy annyira nem érdekli őket, mint egy fesztiválon, nekem ott jobban mindig átnézik, sokkal jobban, hogy még kis üdítetik, de egy szórakozó helyre csak így megtapogatják, azt mehetek tovább, simán becsempészhetek akármit. Igen, ráadásul kocsmákban meg se nézik. Kocsmákban meg se nézik. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez a pesti vidéki ellentét, nálunk nincsenek biztonsági őrök. Tehát mi általában a saját hatáskörben indítunk. Biztonsága mi? Őrök nincsenek biztonságban. Ott nem kell őrizni a biztonságot. Ami nincs, azt nem kell őrizni. És akkor ez a két téma egyébként össze is függ, mármint a biztonságos szórakozás és az LMBTQ téma, mert az identitás oldalon ez egy ránézésre LMBTQ oldal, hát megmutatom esetleg a kamerának itt, ha valaki látja, hogy igen, csak rózsaszín, és néhány jó tanácsa a biztonságos bulizásról. Így írja, még parti előtt érdemes elkezdeni a felkészülést a chemsex balesetek megelőzése érdekében. Hidd el, megéri. Egyél rendesen, például burgonyát, zöldséget, zárójelbe hozzáteszi brokkoli, spenót, cukkini, sárgarépa, húst, tofut, rizst,
vagy tojást és fekete olívabogyót. Kerüld az alkoholt. Az alkohol különösen káros az agysejtekre, különösen ha k***nal kombinálják. Tényleg ide van írva. De az alkohol m***nal is veszélyes, ami akár még agykárosodást is okozhat. Szóval kerüld az alkoholt a chemsex partiban. És folytatja. Ha g***t használsz, ez a kiidő, ez a null pont, ez az origó. Ha g***t használsz két adag bevétele között, tehát már azt is előrevetíti, hogy minimum kettőször nyomod a dózist, tehát két adag g***t bevétele között legalább teljen el másfél-két óra, vagy még több idő. Legyen kéznél szőlőcukor, keksz, banán, vagy bármilyen gyümölcs, ezek az energiaforrások megmenthetik a testet és a pszichét a túlzott bulizás kóros következményeitől. És akkor a legvégén egy utolsó tanács. Persze a legjobb, ha partis korszakodat lecseréled egy szerelmi viszonyra, de addig is vigyázz magadra, ne szívj sokat, de élvezz annál többet, és védekezz. Hidd el, megéri. Az értő együttműködéseket szeretném megköszönni Vörös Attilának, Pécsi Viktóriának és Antal Gergőnek. Kettő hét múlva találkozunk. Csá! A chemsex az azt jelenti, hogy chemsex means sexual activity mostly between men while under the influence of drugs. Hát ez a szájrezés. Így van.